Slőg László 90 éves szépkorút köszöntötte a polgármester. Horváth Richárdot az otthonukban fogadta Laci bácsi és felesége Jutka néni. A városvezető az ajándék mellett miniszterelnöki oklevelet is átadott a születésnaposnak. Laci bácsi 1934. június 19-én született Győrben, majd villanyszerelő végzettségével Budapesten dolgozott több évtizedig. A fővárosban találkozott feleségével is, akivel már több mint 50 éve élnek boldog házasságban. Hatvani házukat 1970-ben építették az akkor még üresen álló telekre. A szépkorú elmondta, hogy a tetőtől egészen a kerítésig mindent a két kezével csináltak. Két gyermekük, négy unokájuk és két dédunokájuk született. Nyugdíjas éveikben, ahogy ők mondják, beutazták a fél világot, csak nem 40 országban jártak. Laci bácsi azt is elárulta, szerinte mi a hosszú és tartalmas élettitka. Az, hogy az emberek szeressék egymást, és közösen beszéljenek meg mindent. Soha ne adjanak a mások szaváról, amiről meg nem győződnek, mert ez csak problémát, sok helyen válást is okozhat. Csak az együtt megbeszélt szerepbe egyezzenek bele, mert az a béke útja. Én ezt így tudom, így is alkalmaztuk a párommal együtt. Laci bácsi életereje legfőképp vidámságában és optimizmusában rejlik. Hangsúlyozza, semmit nem szabad túl komolyan venni. Higgy, bíz, szeress, a szépkorúnak ez a legfontosabb üzenete a fiatalok felé.